köszöntöm a Székelyföld Televízió nézőit, napszemlénket látják, azonnal kezdünk, de előbb lássuk a fontosabb témákat. Mintegy 450 ezer eurónyi beruházást tervez Gyergyószentmiklós önkormányzata a közlekedési és közbiztonság javításáért. Újabb területeket méret fel az önkormányzat a parcellázási program részeként, fórumon vázolták a tudnivalókat. Családias hangulatú falunapot tartottak Orotván, Szentpéter és Pál napján. Jelentős összegű, mintegy 450 ezer eurónyi beruházást tervez Gyergyószentmiklós önkormányzata a közlekedési és közbiztonság javítása érdekében. Az országos helyreállítási alapból pályáznak erre, miután a testület is rábólintott az elképzelésre. Okosított közlekedési és kamerarendszer kiépítésére tesz le pályázatot Gyergyószentmiklós önkormányzata. Parkolóautomaták, jelzőlámparendszer, sebességkorlátjelzőrendszerek és az irányító központ épül majd ki ebből a városi kamerarendszer bővülése mellett. Mintegy 450 ezer euró maradt még a városnak járó 4,2 millióból a helyreállítási alapból. Ezt igényeljük erre a tervre, mondta el az előterjesztésben Csergő Tibor András polgármester. Korábban orvosi lakások építésére, a környező községekkel együttműködésben, elektromos buszok beszerzésére, illetve a városi infrastruktúra rendszerek digitalizálására igényeltek támogatást ebből az alapból. A beruházások kivitelezése 2026 végéig kell, hogy megtörténjen. A tanácsosok közül többen szóvá tették, hogy alig szűk egy órával az ülés előtt kapták meg az ülés anyagát, így nem volt lehetőségük alaposan átnézni, de végül ellenszavazat nélkül fogadták el a tervezetet. Közzétették ma a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgájának végleges óvások utáni eredményeit. Az ötös vagy annál nagyobb átlagjegyet elérő vizsgázók aránya 82,4% az országban. Ez egy 10%-os növekedést jelent az óvások előtti eredményhez képest, mondta Szorinkön Piano tanügyminiszter. Idén összesen 21.854-en fellebbeztek, közülük 13.324-en román nyelv és irodalomból, 8.265-en matematikából, valamint 265-en az anyanyelv vizsga eredménye miatt nyújtották be az óvásokat. Újabb területeket méret fel az önkormányzata a parcellázási program részeként. 900-nál is több ingatlan található a most vizsgálandó szektorokban. A tudnivalók közlésére összehívott fórumon azonban alig tucatnyi tulajdonos jelent meg. Lakossági fórumra hívták azokat a külterület tulajdonosokat, akiknek a 109-es, 108-as, 105-ös és 99-es számú dűlőkben vannak területeik, nagyjából a mocsári részen. Ismertették a Román Nemzeti Kataszteri és Telekkönyvi Program részeként megkötött legújabb, sorban az ötödik szerződés lebonyolításának folyamatát. Ezúttal egy kolozsvári cég nyerte el közbeszerzésen a folyamat lebonyolítását, a cég munkatársai tartották az ismertetőt a maroknyi érdeklődőnek. A fórum után rövidesen helyszíni mérések következnek, ezen fontos, hogy jelenjenek meg a gazdák, és vigyék magukkal a tulajdont igazoló irataikat is. A felmérés után az adatok feldolgozása következik, elkészülnek a rajzok, és ezeken ellenőrizni kell majd az adatok helyességét, hogy időben javítani lehessen az esetleges hibákat. A folyamat végén telekkönyvezik a területeket a tulajdonosaik nevére, anélkül, hogy számukra ez pénzbe kerülne. A polgármesteri hivatal szakirodája segít a felmerülő kérdések megválaszolásában. A fórumon is akadtak olyan személyes kérdések, amelyeknek utána kell járniuk. A korábbi négy szerződésből az elsőben érintett terület tulajdonosok már megkapták a telekkönyvi kivonatokat, a másodikban érintettek is átvehetik nem sokára. Döntőházként fogadta el tegnap a képviselőház azt a tervezetet, amelynek értelmében eltörlik a digitális beutazási lapok kitöltésének elmulasztásáért kirót bírságokat. A már befizetett összegeket pedig visszaadják a megbírságolt állampolgároknak. A törvény életbelépésétől kezdve 15 napon belül a fejlesztési, közmunkálati és közigazgatási miniszternek rendeletben kell leszögeznie az összegek visszaszolgáltatásának menetrendjét.
A bírságot már befizető személyeknek a miniszteri rendelet megjelenésétől számítva 90 nap áll majd rendelkezésükre, hogy az összeg visszafizetését kérelmezzék az illetékes pénzügyi hatóságtól. A képviselőház döntő fórumként szavazott a tervezetről. Családias hangulatú, az összetartó közösséget még inkább összerázó falunapot tartottak Orotván szerdán. Nem csak a helybéliek ünnepeltek, többen a környező településekről érkeztek, és elszármazottak is hazalátogattak az ünnepre. Szent Péter és Pál napján tartják az orotvai templom búcsúját. Megtelt a templom az ünnepre. A prédikációban arról hallhattak a hívek, hogyan lehet, kell keresztény életet élni a mai világban. Szent Péter és Pál apostolok hitétől mennyire állok távol? És miként kell változtassak ahhoz, hogy hiteles, tanúságtevő, apostoli életet éljek én is? A búcsú azt jelenti, hogy búcsút mondok annak, ami bennem nem krisztusi. És újból vállalni akarom azt, ami krisztusi, ami apostoli, hiteles és tanúságtevő. A közigazgatásilag Gyergyó Ditróhoz tartozó Orotván mintegy 650 személy él. Összetartó a közösség, ezt rendszeresen bizonyítják. A falunapon az utcák között rendeztek főzőversenyt, egyenpólókat készítettek egy-egy utca lakói, ezekben készítették el az ételeket, amiből mindenki kedvére választhatott. Az iskola udvarán, ahol az eseményeket tartották, nagy volt a sürgésforgás. Orotva egy kicsi falu. Kicsi falunapot szervezünk, kicsi templomunk van, de én azt gondolom, hogy egy nagyon kicsi közösség és nagyon összetartó. Nagy szívvel, nagy lélekkel. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy ilyen közösséget egy kicsit mozgatni. Ezért szerveztük ezt a szerdai falunapot, és hogyha mindjárt bemenjünk, meglátjuk, főzőverseny van, nagyon utcák közötti főzőverseny, és akkora a lélekkel jöttek, és én úgy örültem, amikor megláttam, hogy milyen csapat érkezett minden egyes versenyre. Én azt gondolom, hogy ez a falu megérdemli. A teleházban a falu történetét ismertető kiállítás nyílt. A múzeumszerű kiállításon családi fotóktól kezdve textileken, tárgyakon keresztül mutattak be templomépítést, helyi szokásokat, létesítményeket. Átlag 88 kg kenyeret és 64 kg húst fogyasztott személyenként Románia felnőtt lakossága tavaly, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Ez havi bontásban személyenként 7,5 kg pékterméket, valamint 5,5 kg húst, illetve hús alapanyagú terméket jelent, ami a tejtermékeket illeti személyenként valamivel több mint 5 liter tejet és 1,5 kg sajtot, tejfölt és túrót fogyasztottunk átlagban havonta. Krumpliból személyenként havi 3 kg fogyott az elmúlt évben, zöldségből átlag 8, gyümölcsből pedig 4 kg-ot fogyasztottunk az Országos Statisztikai Intézet összesítése alapján. Az Ezer Székely Leány Napja változatos programokkal és újdonságokkal várja a hagyományok kedvelőit szombaton a csíksomlyói nyerekben. A szervezők arra buzdítanak, hogy már pénteken a Székely Népviselet napja alkalmából viseljünk székely ruhát. Két év kihagyás után korlátozások nélkül találkozhatnak a viseletbe öltözött leányok, asszonyok, legények és férfiak. A néptánc, a népzene, a népviselet és az imádság legnagyobb székelyföldi ünnepén, az Ezer Székely Leány napján. A hagyományőrző csoportokat a csíksomlyói hegynyerekben, a hármas halom oltáránál várják az esemény házigazdái. Alig várjuk, hogy fogadjuk a csíkiakat, vagy a csíkba érkezőket, a székely fiatalokat, lányokat, fiúkat egy táncra, egy énekre fel a csíksomlyói nyerekbe. 11 órától kezdődik az ünnepi szentmisével, majd kora estig tartanak fent az események, rengeteg tánccal, körülbelül 900 fellépő lesz a színpadon, amelyekben úgy az ifjúsági táncegyüttesek, tánckarok, mint profi együttesek, tánckarok is fellépnek. Kísérő programokban sem lesz hiány. Mesterségbemutatók, népviselet mustra, népviseleti kiállítás, népviseleti divatsarok, ügyességi játékok, kézműves vásár is lesz. Az idén először nem törekednek arra, hogy megszámolják a jelenlévő székelyruhásokat,
hanem annak, aki igényli azt, emlékkártyát adnak. Ezzel megszűnik az a hagyomány is, hogy az a település nyeri el a következő évi rendezés jogát, amely a legtöbb résztvevővel volt jelen az eseményen. Hogy milyen új kritérium alapján döntenek a rendezés jogáról, az majd a helyszínen meglepetésként derül ki, tájékoztattak a szervezők. A Csiki Transz jó voltából a rendezvény helyszínének könnyebb megközelítése érdekében autóbuszjáratok indulnak Csíksomjóra. Az adóhatóság arculatát felhasználva próbálnak érzékeny adatokat megszerezni a kiberbűnözők Romániában. Előbbi nevében adófizetési felszólítást küldenek e-mailben, és az érintettek adatait próbálják így megszerezni. Az elmúlt napokban a Lokibot nevű virtuális kártevő használatának növekedése volt észlelhető az e-mail szolgáltatáson keresztül terjesztett támadásokban, olvasható a Kiberbiztonsági Igazgatóság közleményében. A kiberbűnözők az adóhatóság nevében küldenek e-maileket az adófizetőknek. Dimén Hunor Dénes, a Hargita megyei adóhatóság igazgatója híradónknak elmondta, nincs sok információjuk az esetekről, viszont vizsgálat indult az ügyben. Az adóhatóság részéről szinten az informatikai igazgatóság részéről voltak kutatások csinálva. Én ezeknek az eredményéről nem tudok, én csak annyit tudok mondani, hogy aki kap ilyen e-mailt, az ne nyissa meg, törölje ki a számítógépéből. Ennyi. Mihály Rotário, az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság sajtószóvívője elmondta, nem ez az első és nem is az utolsó ilyen eset az országban. Korábban a Román Posta vagy éppen a CFR nevével játszadoztak a kiberbűnözők. Az Excel csatolmány letöltése után egy fertőzött Lokibot nevű virtuális kártevőt telepít. Alapvetően egy olyan trójai program, amely a Windows és az Android operációs rendszereket érinti, és amint települ az eszközre, rendszergazdai jogokat vesz át, és érzékeny adatokat továbbít. Bejelentkezési adatokat, pénzügyi adatokat, talán még személyes adatokat is, amelyeket az eszközről és alkalmazásaiból gyűjt, egy a támadók által ellenőrzött szerverre továbbít. Hozzátette, mindenképpen ellenőrizni kell az e-mail címet, mielőtt megnyitjuk a levelet. Ugyanakkor fontos a vírusszűrő programok használata, mivel a segítségükkel azonnal észlelhető, hogy a feladó hamis profilt használ. Szemlénk végén nézzük még egyszer röviden, melyek voltak a fontosabb témáink. Mintegy 450 ezer eurónyi beruházást tervez Gyergyószentmiklós önkormányzata a közlekedési és közbiztonság javításáért. Újabb területeket méret fel az önkormányzat a parcellázási program részeként, fórumon vázolták a tudnivalókat. Családias hangulatú falunapot tartottak Orotván, Szentpéter és Pál napján. Ezek voltak a híreink, maink kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.